Szombaton lesz a Dal 2019 első adása a Duna TV-n, és ahogy már tegnap és tegnap előtt is láthattátok, meghívunk ide minden este két-két versenyzőt, hogy meséljen egy kicsit a daláról, és egy picit beavasson minket a kulisszatitkokba. A mai első dal az Denise-nek a szerzeménye lesz, mégpedig az Ide várnak vissza című versenydal. Egy előadó, aki 20 éve áll a színpadon. Két fonogramdíj, négy nagylemez, számos sikerlistás dal. És egy mérföldkő, mely során egy egészen új formáció született. A Dal 2019 indulója Denise. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Váró járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Legyek váró bármilyen messze. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Váró járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Mint egy vándor beutazom a fél világot. Láttam, hogy repkednek Szesselen a sírályok. Tudom Rómában milyen az olasz pizza, meg hogy Vegas este mennyire gizda. Mégis mindig ide húz a szívem vissza, ahol nem Krisztina lány, hanem Krista. Ahol a Balaton egy tó, de nekünk tenger. Ahol a politika megoszt és herger, de nekem Borsod és Budapest a legszebb. Ide születtem, a sírba is itt esznek. A Duna parton nem láttam még szebbet. Hiába utazok el a repülővel messze. Az Andrássy út, mikor virágba borul, a Dunai naplementében a szívem szorul. Nem tökéletes, tudom, de imádom, nem találtam még párját a világon. Legyek váró bármilyen messze. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Váró járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Legyek váró bármilyen messze. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Azt hinni, hogy nálunk minden szaras csapda, máshol ivóvíz sem jut elég a csapba. Megbűnhődtem már, hogy ezerszer a múltját, de legalább már a háborúk nem sújtják. Tudom, száz sebből vérzik, de inkább a Gézla. Leszek és maradok, nem tűnök-e, mint a szénsa. Mennyi csoda, nézd csak, illatok meg ízek. Külföldön meg nem érzem magam, néha csak dísznek. Kínai turisták a szájukat látják, mert Budapestet eddig csak fényképpen látták. Szépek a hidak, a hegyek, a belvár, de késik a busz, meg a metró megint nem jár. Sok szempár az este elvarázsol a lányok teste. Egyenes az út, csak néha kicsit meredek. Pont annyira utálod Pestet, amennyire szeretek. A Dal 2019 versenyzője Denise a vendégem, aki egy szemében képviseli most a zenekart. Szia! Hello, és szép estét a kedves nézőknek! Ide várnak vissza, ez a dal címe, és nagyon szép gondolatokat közvetítő dalról van szó. Miért érezted fontosnak, hogy Budapestről írj dalt, illetve hogy keletkezett ez a szerzemény? Fú, hát ez egy nagyon sok összetevős dolog. Egészen messzire kell visszamenni a tavalyi évre, meg az azelőttiekre, ugyanis megtörténhetett velem az a csoda, hogy így elég sok helyen jártam a világban, és nekem az egész kamaszkoromat áthatotta valami olyasmi hangulat, hogy itt minden rossz, hogy itt nyugatra tőlünk mennyivel jobb az egész világ, és akkor én is mindig vágytam különböző országokba. És amikor is szétnéztem a világban, nyilván nagyon jó volt megtapasztalni új helyeket, ismeretlen emberekkel találkozni, más kultúrákat megismerni. Viszont tavaly évben ültem Los Angelesbe a reptéren, és akkor így azon gondolkodtam, hogy egyrészt, hogy volt egy egészséges honvágyam, de hogy így valahogy így tudatosult bennem, hogy attól függetlenül, hogy sokan mit mondanak erről az országról, vagy gondolnak, hogyha megnézzük, Magyarország világviszonylatban gyakorlatilag a felső 10%-ban helyezkedik el. Gondolok itt arra, hogy nem tudom, itt nem pusztít hurikán, meg földrengés, meg nincsen háború, hála jó Istennek. Úgyhogy nagyon sok tekintetben egy jó helyen élünk, és ezt az érzést szerettem volna elmélyíteni az emberekben. Én is egyébként nagyon sokat utaztam, főleg színházi munkák miatt, és ugyanezt érzem, mint hogy engem is mindig a szívem ide Budapestre húzott vissza. Amikor a klipről gondolkoztatok, akkor egyértelmű volt, hogy akkor gyönyörű budapesti helyszíneken forgattok.
majd, illetve a te ötleteid voltak a helyszínek, amiket láthatunk? Igen, még itt az fontos megjegyezni, bár ezt már nagyon sok helyen elmondtam, hogy maga a dal az, hogyha valaki felületesen hallgatja csak, akkor ő arra asszociálhat, hogy ez csak Budapestről szól ez a dal, de valójában a főváros szimbolizálja ugye Magyarországot, mint hogy a Los Angelesből ültem a repülőn, ott is az volt kiírva, hogy mondjuk nem konkrétan Budapest, de amikor már átszálltam, akkor Európán belül igen. Tehát, hogy Budapest Magyarországot képviseli, és a videoklipet nyilvánvalóan képileg úgy szerettük volna visszaadni, hogy Budapestnek a legszebb részei jelennek meg. Megnéztem egy kicsit a YouTube csatornádat, és 1,2 milliónál jár körülbelül a nézettsége, és hát hatalmas arányban nagyon tetszik is az embereknek, viszont kiszúrtam, hogy írtál egy hosszabb kommentet a negatív kommentelőkkel, kritizálókkal kapcsolatban. Miért érezted ezt fontosnak? Hát igazából amiatt, hogy érdekes volt megtapasztalni azt, hogy én tényleg írtam egy dalt, aminek a témája meg az egész mondani valója, szerintem őszinte ez nyilván annak az 1,2 millió streamelőnek át is jött, akik megnézték a videóklipet, viszont az embereknek van egy bizonyos százaléka, akik ebben egyből azt vélték felfedezni, hogyha én pozitívan nyilatkozok a saját hazámról, akkor az azt jelenti, hogy engem éppen a valamelyik párt a parlamentből megvásárolt, és hogy csak amiatt születhetett meg ez a dal, és amiatt próbáltam ezt tisztázni, hogy egyáltalán nincs így. Tehát tavaly évben egyébként volt is egy pályázat ezzel kapcsolatban, hogy Budapestről lehetett dalt írni, ugye nagyon sokan írtak is, én direkt azt a részét elkerültem, és ősszel hoztam ki ezt a dalt, hogy véletlenül se legyen az, hogy ezzel összemossák, de hát aztán egy kis százalékban azért csak sikerült pár embernek. Én fogadni mernék rá, hogy nem csak a YouTube nézőid között lesznek többségben azok, akik szeretik majd a dalodat, hanem a dal 2019 nézői is többségben lesznek, akik szeretik majd. És hogyha már itt tartunk a dalnál, hogy most a zenekaroddal jelentkeztél, amely hát egy viszonylag friss formáció. Sikerült már összeszoknotok így a rövid idő alatt? Fú, hát mi az, hogy? Igen, tavaly évben alakult meg ez a formáció, és igazából mi májustól, tehát tavaly év májustól kezdtünk el koncertezni, és amiatt is érdekes az, hogy itt lehetünk a dalban, hogy egyrészt nyilván örülünk neki, meg hogy megmutathatjuk magunkat a műsorban, de hogy ennek van egy ilyen picit ilyen csapatépítő jellege is, hogy ugye ilyenkor nagyon sok a teendő a műsor felvétele miatt, sokat próbálunk, meg nyilván van egy ilyen közös izgulás, hogy majd mi fog történni, meg hogy minél jobban vagy sikeresebben tudjuk véghez vinni ezt az egész projektet, hogy ilyen szép ősi magyar szóval éljek. Úgyhogy nem is tudom, mi volt a kérdés, mert azt meg elfelejtettem zenekarral. Összeszoktatok-e már? Ja, igen. Azt már megválaszoltam röviden, abszolút. Ugye nagyon sok előadónak lökött hatalmasat a karrierjén, hogy bekerültek ebbe a műsorba. Téged viszont azért már régóta ismer az egész ország. Mit vársz mégis még ettől a versenytől? Igen, ez egy érdekes dolog. Mi nem készültünk tudatosan igazából a dalra, tehát nem volt az terve, hogy októberben jelent meg ez a dal, és gyakorlatilag szerintem a jelentkezési határidő előtt egy kerek 60 perccel sikerült rányomni a jelentkezés gombra, hogy elküldjük a dalt. Megmondom őszintén, hogy nem azt várjuk, hogy mi most meg fogjuk fejteni a világot. Nagyon örülünk neki, hogy ezt a dalt beválasztották, és képviselhetjük a magyar hip-hop zenét, meg a tartalmas magyar dalokat a dal című műsoron keresztül. Viszont minél többet gondolkodok azon, hogy bár az interneten, ahogy te is említetted, hogy viszonylag sokan streamelik a dalokat, meg a klippeket, hogy én egyre jobban kezdek arra rájönni, hogy viszont szerintem az átlag tévénézők Magyarországon, vagy akik majd nézni fogják ezt a műsort, azoknak szerintem a 80%-a erről a dalról nem is hallott. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy most megint sikerül olyan emberekhez elérnünk a műsoron keresztül, akik valószínű, vagy feltehetőleg valamit majd kapni fognak, valamilyen pozitivitást majd. Biztos így lesz, ez szombaton kiderül, ahol is ugye 9 versenytársaddal lépsz együtt színpadra. Ugye próbák alatt ezért gondolom már belehallgattál a többiek produkciójába is. Van olyan, akitől tartasz, van olyan, akinek drukkolsz esetleg? Hogy hát ez a tartás, ez nagyon kemény, tehát ezt azért nem ilyen versenynek fogjuk fel, hogy egymásnak a konkurenciáj vagyunk. Így a jó. Persze, hát találkoztunk igazából már minden indulóval, vagy mindenkivel, aki részt vesz ebben a műsorban. Az Olá Gergővel például van is egy közös dalunk, csak úgy, mint a Kálai Szanders Andrással. Így kiemelni, így nem igazán szeretnék senkit, szerintem mindenki, aki itt van, és megmutatja magát, meg a dalát, mindenki tök jó dolgot csinál. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánunk neked szombatra. Köszi szépen!